tehát a Six Sense 1-0-ás vezetésével megyünk az amerikai bankpályára, és a Six Sense fog támadóban kezdeni. Lássuk az operátorbannokat. Ugye a White fog először kirakni egy támadó operátort. Így van, vajon ki lesz az? Lion, nem, Lion. Bízzák, nem bízzák a véletlenre. Hát nem. Ugye előző pályán is ők bizony, pazolták. Ugye ezáltal megadva az esélyt, hogy valami speciálisabb operátort rakjon ki a Six Sense. Így van, ugye a Lion az inkább egy komfortban, viszont mivel ő ki van téve, ezért a Six Sense most eszközölhet egy counterbant. Mivel ők is valószínűleg a Lion-t tették volna ki, hogyha ebben a helyzetben vannak. Így van, itt ilyen helyzet elég rossz, hogy bemered-e vállalni, hogy esetleg benn marad az az operátor. És a hiban a másodikban, úgyhogy támad a részről. Ugyanaz lesz. Bannolták. A kérdés, hogy meghagyják-e mondjuk a Vágynak az esélyt, hogy kirakják a Mirát, vagy pedig ők gondolják, hiszen ők támadnak először. Valószínűleg a Six Sense ki fogja tenni a Mirát, én úgy érzem, talán nem bízzák a véletlenre, mert mi van, hogyha a Vágy meg nem bannolja ki a Mirát, és akkor az első öt körben van nekik Mirájuk, hogy lássuk, mi lesz. Végül nem Maestro, úgyhogy ez azt jelenti, na, hogy a lehet a Wild nem bannolja ki magát egy kicsit nehezebb helyzetbe téve a Mirát. Hogy... Na lássuk, ki az utolsóban, Mira. Pedig ez egy nagyszerű lehetőség lett volna számukra, hogy kicsit kellemetlen pozícióba hozzák a támadókat, legalább öt körön keresztül. Így van, és igen, szoktuk mondani, hogy de hiába, mert utána öt körön keresztül akár te is támadhatsz, és akkor neked ugyanolyan rossz, ugye, Mira ablakokkal szembenézni, ami konkrétan folyosókat zárhat le, vagy épületrészeket, ugye, maga a meddig ellát. De úgy gondolta a Wild, hogy inkább kiteszik, és megpróbálnak anélkül nyerni már itt köröket az első fél időben. Amit láthatunk, az ugye egy Jackal pick, ami teljes mértékben megszokott bankon, hiszen egy akkora pálya, ahol mondjuk roamerként nagyon könnyű, hát nem is könnyű, de kellemes dolga van mondjuk egy védőnek, nagyon könnyű elfutni, elszaladni, főleg, hogyha csapattársak kialakítanak rá erre ugye rotationöket, nyílásokat, amin keresztül mondjuk másik szobákba elszökhet. És erre van ugye a Jackal. Közben pedig védőknél is láthatunk egy Clash, ami ugye egy védő shield operátor. Az egyetlen shieldes védő, ugye az Operation Grim Sky-jal érkezett, aminek jelenleg a végén járunk, mert említsük meg, hogy ma kezdődik Brazíliában, Rióban a Pro League-nek a 8. döntője, és ez azt jelenti, hogy egy holnap megkoronázzunk egy új világbajnokot, kettő pedig holnap teljesen leleplezik az Operation Wind Bastion, ami ugye a marokkói Operation lesz, és így véget ér a Grim Sky hamarosan, de jelenleg a két új operátor most még újnak számító Clash és Maverick játékban van. És ha már mondtam, hogy a Maverick játékban van, Banzai, aki hozza, talán Magyarország legjobb Banzai ménye. Maverick ménye, Banzai, ő tényleg Banzai mény, más nem nagyon tud hozni, úgy gondolom, de tényleg Maverick mény, és szoktunk azzal viccelni, hogy több órája van ebben az egy karakterben, mint az összes többiben összeadva. Lássuk, hogy most mennyire tudja majd kihasználni ebben az első körben itt a bankon. Igen, itt nem igazán találok roamer játékosokat, mint mindenki lent lenne, ugye Komban az, aki legközelebb van talán ezen a szerver lépcsőn. Ugye teljesen szétdrónozzák az egész mapot a támadók. Ugye Strike és Rezno kutatnak, ugye lábnyomok után most talált is egyet. Azt hiszem így van. Ilyenkor menekülnie kell gyakorlatilag annak a védőnek, aki be van trackelve, be van követve, hiszen ez a gadget, a Jackalnek a követője azt mondja neki, hogy mozogjál, hiszen ha nem mozogsz, akkor pontosan tudja a támadó csapat, hogy hol vagy. Közben egy nagyon erős lépcsőhold itt a védők részéről, és Kombat végül csak le tudja lőni Reznót. Ez egy fontos kill, hiszen egy követés után meghal a Jackal, szóval emiatt nem kell, hogy fájjon a feje tovább a védőkapatnak. És ugye Jackal halálával most történhette meg az, hogy valamelyik lépcsőt kiszemelve
kirohan mondjuk egy-két védőjátékos, és teljesen hárdva próbálja meg, megtámadni a támadókat. Itt ugye Herki az, aki nagyon könnyelműen védi, hiszen átugort ezt a pajzsot félreütve, nem igazán van mögötte senki. Így van, és maximum kettő gránátot tud kiszedni ott az az ADS, ami még nincsen kiégetve, a másik az már ugye nem működik. Hát lássuk, hogy vajon milyen utility-t szórnak be rá. Combat most meghal kapcsi által, és aztán Strike lelövi Viózát, Banzai pedig Herkit szemből, ugye ez egy picit talán meglepő lehet, minden esetre esik a Clash, úgyhogy 4-2 ellen a védők egyből nehéz helyzetben. Tartania. Itt most kérdés, hogy hány smoke-ja van Linónak. Még van kettő. És fél perc maradt hátra, plusz van Echo. Az még viszonylag sok. Ismételten hátulról ugye nem érkezik játékos. Tehát itt ezt nagyon könnyen a veszélyet okozhatja ugye a Six Sense-eseknek. Hogy teljesen egy irányból mennek. Így van, hiszen 20 másodperc és még egy darab füst még mindig megvan. Valószínűleg át... Így van, átnyomják teljesen, és Kapcsi megpróbálja füstbe letenni, de meg fog halni közben. Nem, nem, mivel... üti a füst, viszont az Echo-nak a Sonic Burst-je, igen, úgyhogy 5 másodperc van hátra. Mozdulnia kell. Headshot a világ ellen. Dodgy az, aki lepusolja, le tudja lőni őt, headshot, na most kellene visszaváltani Okai-t, de már nem tud. Strike érkezik, fejbe lövi az R4C-vel. Úgyhogy a Six Sense megszerzi a vezetést itt a bankon. Így van, pont ki akartam mondani, hogy mondom, itt kéne nagyon agresszívnak lenni a Six Sense-nek, és ahogy ezt kimondtam már, valaki be is futott, átugrott a régesen, és le is lőtte a smoke-ot Lino személyében. Nagyon szép és szervezett játékot igen, láthattunk a koordinált, koordinált támadás volt, tudták, hogy mit akarnak, hiába egy irányból jöttek, volt, aki plantelt, volt, aki falat nyitott, volt, aki angle tartott, és volt, aki pusholt, szóval minden feladat végül megoldódott. És így ennek köszönhetően vezet a Six Sense. Hát a Wildnak össze kell magát kapnia, hogyha nem szeretne kettő pálya után hazamenni, mint vesztes. Így van, megint láthatunk egy Clash-t, és ismételten az alaksorba mennek a Wild játékosai. Beszéljünk egy kicsit erről a site-ról, mert ugye ez a legkedveltebb site a pályán, azt szerintem mondhatjuk. Ezt pikkelik legtöbbször. Igen, viszont hiszen legalsó száj alulról, illetve két oldalról teljesen le van zárva, úgymond. Teljesen egy ilyen bunker bunkerszerű, abszolút. Kialakítható. Ugye az egyetlen hozzáférés egy hatalmas garázs, ahol mondjuk elég egyetlen egy kamera. Ugye mostanában erre szokott inkább az Echo játszani, aki csak ugye az utolsó pillanatban van szükség a drónjára. Itt a lépcsőn jöhetnek le, illetve hatch-eket nyithatják ki. A védők, de ezen kívül nem, máshonnan nem. Igen, tehát azt azért nem mondta a kollégám Robza, hogy a lépcsők, mert a lépcső az nem igazi megoldás, hogy a site-ra mész, mert azt egy egyszerű angle holddal counterölni lehet, még a hatch kinyitását ugye már sokkal nehezebb, ahogyan például azt is, hogy kizónázzál valakit garázsból, hiszen az, hogy odamész a garázs ajtóhoz és onnan tartasz egy angle-t, nem fog kinézni rád a védő, azt le kell pusholni, utility-t dobálni rá, szóval... Így van, viszont változtatott ugye a Wild csapat, a Vioza most sokkal-sokkal agresszívabban próbál, szerintem ez a helyes bankon, tehát így nem van. Szabad teljesen az alsó szintre beszorulni, mert ez volt a vége, láthattuk is, hogy nagyon durván bedarálta őket a Six Sense. Itt most kérdés, hogy visszamegy egyből, picit megijedt szerintem, nem igazán volt a kamerá, és... Clash az most átforgatja kicsit, ő ugye az információgyűjtő, Combat közben ugyanazt próbálja csinálni, mint eddig. És megint szerintem visszaszorult az összes védőjátékos. Az elmúlt időben nagyon népszerűvé vált ez a szerver lépcső megtartása, tehát hogy tényleg kitoljuk a védelmünket, ahogyan Vioza is tette korábban, és fent játszott, most azóta visszajött. Ez itt is látható, hogy tényleg felmegyünk a lépcsőn, onnan próbálunk killeket szerezni, ott játszani, ameddig csak lehet, most kinyílik rá egy angle felülről, egyre nehezebb a helyzete, de ő addig itt lesz, amíg csak lehet, mert ez egy fontos pozíció, ameddig ő itt van, nem tudnak szerverbe menni. Van is, viszont már nem még Banzai most hoppá! Vágja, már harmadik oldalát annak a hatchnek. Igen, drága a benzin, nem tudom, hogy még talán most lenne ideje visszafutni side-ra, és nem próbálni challenge-elni ezt a szöget. Itt vannak hárman, jelnéz kombatna, vajon kinek lesz előnyére a timing?
És végül Strike lelövi kombatot. Így viszont meg fog halni Herkinek is nagyon nehéz a helyzete. Nem tudja lassítani és sokkolni a támadókat, de hát ez nem egy életbiztosítás. Most pedig hátat mutat a támadó csapatnak. Új, mit kapott itt Herki? Pánik volt már. Picit már pánik is volt talán, viszont ki is játszották, 3-1 ellen szituáció volt ott. Nem volt sok esélye még a Shield-del sem. Úgyhogy megint ketten maradnak a védők. Lino kezében ott a gáz, készen áll, hogyha nyílik a fal és megy a plant, tudja használni. És most kinyomja az első gázgránátot. Igazából ők arra számítanak, hogy ugye jön valaki hátba, az lenne normális, de mindez 5 játék, a Strike megkúszik, de megöli a gáz. Igen, ez abszolút tényleg az időbeosztáson múlik ilyenkor. Pixelen, Lino könyökét ellövik. Így van, Injure, úgyhogy headshot megint egyedül marad. De nem igazán tud oda koncentrálni, belőle. Mert pusolják folyamatosan. Jól csinálja egyébként a Six Sense, hogy pusolják, rámegy az Echo Drone-ra, nem találja meg a Diffuser, és nem tudja már ugye megakadályozni azt, hogy lemenjen a hatástalanító készülék. Headshot befejezi a kill dodge-re, itt van jobbján, egyből Rezno, aki meglátja, fejbe lövi, és végül megint csak a Six Sense nyeri a kör. A Six Sense-nek, így van. Nagyon-nagyon-nagyon egyirányú körök. Tehát egyoldalú. Igazából azt tudni kell, hogy ez a Six Sense-nek a pályája. Így van, de hát az előző meg a Wide volt, és nem láttuk volna azt a nagyon átütő erőt a Wide részéről az Oregonon. Most a bankon talán még kevésbé számíthatunk erre? Egyelőre úgy tűnik. Egyelőre úgy tűnik. Mert fel kéne ébrednie, mondjuk már lassan ugye dél magas. Igen, negyed egy van, ha jól látom. Szünetben, amíg a quizzel játszhattatok, addig ugye láttuk itt helyszínen a játékosokat, és az volt a Wildosok arcára írva, hogy nem hiszik el. Tehát, hogy próbálkoznak, de egyszerűen nem tudják, hogy mi a hiba, és ezt próbálták keresni egész szünetben, átbeszélték a taktikát még egyszer, és ez is nagyon fontos a Rainbow Six kapcsán, hogy már ilyen szinten nem csak a stratégiák döntenek, és nem csak a mentalitás, hanem már az érzelmek is, mert amikor azt látod, hogy hiába te megcsinálod a dolgodat, mégis folyamatosan csak veszitek a köröket, az nagyon rosszul esik, és abszolút egy olyan van, hatása van, hogy megremeg a kéz, és egyszerűen nem jönnek össze a dolgok. Sokszor én pofátlanul kéne megpróbálnod a hátukba kerülni a támadóknak, vagy nagyon szemtelenül felkúszni mögéjük, akkor egyszerűen benned van ez a félsz, hogy de mi van ha nem igen. Sikerül, ha lelőnek. Mi van, ha tartják, stb. Minusz egy ember, akkor biztos elbukik a követ is. Ilyenkor ezt... És most is azt láttuk Herkitől, most, hogy szabadba vágok, de arról beszéltél, hogy megremeg a kéz. Itt Herki, aki Magyarország egyik legjobb aimere, vagyis célzója, szerintem. Nem talált el egy drónt csak, vagy 25 töltényből. Most nyilván ezzel nem őt próbálom rosszul lefesteni, nem erről van szó, hanem arról, hogy tényleg mekkora a tét és mekkora a nyomás a játékosokon. Olyan dolgokat tudnak esetleg elrontani, amit máskor nem. Nekik is ez viszonylag új helyzet, mert ilyen körülmények között még sosem játszottak, de végre itt az MNAB, és itt vannak a profi körülmények. Ehhez hozzá kell szokniuk a játékosnak. A Six Sense csapatán látszik egyébként, hogy nagyon sokat gyakoroltak az utóbbi 1-2 hétben ugye a kvalik óta. Én úgy tudom, hogy folyamatosan scrimeket játszanak. Ez a scrim, aki esetleg nem tudná, az szervezett meccs. Edzőmeccs gyakorlatilag. Tét nélkül, így van. Felkészülési mérkőzés, ahol ezeken gyakorolhatják igen az új dolgokat, új stratégiákat. Közben próbált Strike keresni valakit, de Max Lino-t találhatná meg falon keresztül. Így van, a bomba mögött egyébként nagyon, hogy is mondjam, egy erőteljes pozíciót tudsz kialakítani, és onnan mindig olyan a játékot, hogy te vagy előnyben egyszerűen, még akkor is, ha nem Akoxite-tal vagy, hiszen a bombának a kerete, az mindig egy pixelt ad szinte. Szóval nagyon erős pozíció az, amiben Lino állt az előbb. Strike le tudja lőni Viózát, úgyhogy esik a Jäger, ugyanúgy letette az ADS-eit, szóval megcsinálta a dolgát, tegyük fel, de ugye fontos az is, hogy killeket már nem fog szerezni, pedig elsősorban a Jägertől várjuk egy védőkörben. Igen, ugye
kombat folyamatosan pixel tart, itt picit megpróbálhatta talán segíteni a társaknak kamerákat nézni. Akkor lesz nagyon fontos, hogyha ott próbálnak, de nem meg se próbálják a folyosót használni, vandellák a simán benyomulnak. Nagyon magabiztosan pushol site-ra a Sixth Sense, talán kombatnak el kéne indulnia, egy kicsit oldalba kerülni, és itt is van kombat, na lássuk, mit tud ebből kihozni, itt van neki Banzai, lelövi, aztán az ablakon kiugrott, nem tudja megölni, egy kije van, aztán Rezno lelövi, headshotot, Herki pedig riflegel egy C4-gyel kapcsira, 3-2 ellen lent van a diffuser, talán még mindig könnyebb helyzetben a Sixth Sense, Repelön vannak a támadók, Rezno pedig Sighton áll, bomba mögött, erről beszéltünk, ez egy nagyon erős pozíció, ilyenkor Herki kiugrik, aki mer az nyer, megvan a kill strike-ra. Dodgy és Rezno kombat, és Herki ellen ebben a pillanatban Herki meghal, amikor Dodgy lelövi, és aztán Rezno az utolsó killel itt a körben, 3-0 a Sixth Sense-nek. Igazából bárhogy próbálunk megjósolni, ez nem igazán jön be, hiszen itt is reméltük, hogy talán picit megfordul a játék képe, de még mindig nem, mindig mindenben jön egyelőre a Sixth Sense-nek, amit próbálnak. Úgy tűnik ez a Ying, például lett egy Lionban helyett egy Ying erősebb lett volna, hiszen csak a Sixth Sense használt Oregonon is. Így van. Azt hiszem. Hát igen, Strike hozta például, és jó kandillákat dobott, és még Kia is volt vele. Hát ez sajnos úgy néz ki, hogy a Wild már kezd egy picit összetörni, nem gondolod, Robza? Mert azért 3-0 az még az ellenfél pályán is elég. Vagy csak adnak egy kis előnyt, elringatják a másik csapatot, hogy egyébként, hogy megint egy kis visszacsatolás legyen a Pro League-hez, amit majd nézzetek ma 2-től a Twitch.tv-ben Rainbow Six csatornán. Szóval ugye játszani fog a G2 eSport, szerintem nem nagyon kell bemutatni a Volt Penta, Pengu, Fabian, Kantoraket és a többi. Hát a játék krémje. Igen, igen. És ők mondták, közülük is Fabian, hogy van olyan, amikor betervezik, hogy elveszítenek köröket. Van olyan, hogy betervezik, hogy ők most 6-0-ra kikapnak villán, mindenki azt hiszi, hogy... Jó, ez nem Robza, hogy ilyen szinten már vannak ilyenek. Nyilván szerintem most a Wild nem ezt csinálja, inkább arról van szó, hogy itt tényleg már egy kicsit kezdenek összetörni, de a legmagasabb szinten, világbajnokságon van olyan, hogy tényleg altatsz. Ja, te most arra gondolsz, hogy előző meccsen, mondjuk egy kisebb téttel bíró meccsen, hogy kapnak ki, hogy aztán ne bannolják ennek azt a pályát. Igen, most nem feltétlen meccsen belül, de kicsit próbálom védeni a Wildot, hogy próbálnám, mert ők egyébként ennél többet tudnak, ezt szerintem kijelenthetjük. A kérdés, hogy vajon mennyit játszottak bankon? Nekem azt mondta Herki egyébként a mérkőzés előtt, amikor már a mappok megvoltak, hogy ők pontosan erre a három pályára számítottak. Ez azt jelenti, hogy megcsinálták a háziukat, úgymond, és feltérképezték az ellenfélnek a stílusát, milyen pályát játszanak, stb. És hogy ők mit akarnak. De azt is jelenti, hogy ha tudták, vagy sejtették, hogy ez a három pálya lesz, akkor a bankra például miért nem készültek egy kicsit jobban fel? Fogalmam, és lehet, hogy egyszerűen csak nem jön be a számítások, és jobban jönnek ki a lépés. Strike közben brutál agresszíven tolt előre. Én azt hittem, hogy be fog esetleg szaladni lobbyba egy kis drónozás után, de itt azért megtorban egy pillanatra. Van egy nagyon erős 4-es push van itt az ATM-eknél, ha jól látom, és van Dokebi talán ebben a meccsen először, ha jól gondolom. Ugye beszéljünk egy kicsit Dokebiről, hogy ő hogyan lép be a kompetitív játékba, hogy mit jelent az ő itt léte. Igen, Dokebi nagyon fontos, hogy bármilyen kütyű, mondjuk kamera, tehát elveszted a kameraképet addig, amíg hatástalanítanod kell a telefon. És nem elég, hogy csak nem letenni, tudod használni. Úgy hívják amúgy a hívást. Letenni, igen. Ja, mert azt mondta, hogy hatás, jó. Igen, most hatástalanítja Herki a telefont, hoppá. Hát le kell tenni, és így van. Ez ugye hangot is ad, tehát közeledben lévő védőket hallod ezáltal. Fontos gadget lehet még a végjátékban. A kandéla és a hívás is, Lino le tudja lőni Dodgy-t, és aztán Reznót is, szép játék a kesző részéről, headshot kipussol, de csak a diffuser fogja megtalálni, nem! Megtalálja kapcsit is, le tudja lőni, de egyből érkezik a félig meddig refrag injure-be, teszi őt az egyik támadó, Herki itt játszik a lépcsőn, ami azt jelenti, Herkinek hogy... Herkinek most védenie kéne, inkább head it kicsit. Bárki, aki bemegy az ajtón, azt látni fogja,
Viszont megint 1v2 szituáció lesz, mint a Banzai két kill, egyedül maradt Herki a Valkyrivel, ugye kidobálta a kamerákat, szóval akár infózni is tudnak a csapattársak, hogy hova megy a plant, és hogy merre kell nézni, mekkora headshot Banzaira Herki! Erről van szó, és aztán Strike-ra meg lesz a kill, nincs meg! Nyeri ezt a kört is a Sixers! Jézusom, pedig mekkora wallbang volt! Mekkora headshot volt az ott Herki részéről, és aztán az egyik csak lesérül, a másik pedig meghal. 4-0 a Six Sense javára. Elhiszitek ezt, emberek? És erről beszél, semmi nem jön össze nekik. Tehát itt is csak strike injured, nem hal meg. Így van. Egy szerencsés nap, úgy gondolom, de ugye bátra ki a szerencse, és úgy gondolom, hogy mai napon a Six Sense bátrabban játszik. Jobban felvállalják a píkeket, és nem hezitálnak a döntő pillanatokban. Igazából kevesebb a veszteni valójuk, hiszen egy új csapat igazából új reményekkel, míg a Wildnak úgymond bizonyítania kéne, hogy igenis, mi eddig itt voltunk, itt leszünk ezután is, és ugye amikor például nagyon sikeres vagy egy játékban, azért nagyon sok hétet kapsz így community-n belül, hiába vannak, akik neked szurkolnak, rengetegen vannak ellened. És így ezt, van. Ugye, és minél sikeresebb vagy, annál több ingületet kapsz, sajnos a mai világ az ilyen. Szóval nagyon nyomás a Wildon, és talán a Six Sense-nek picit talán könnyebb a helyzete olyan szempontból, hogy tényleg ők új csapat, úgy, hogy most álltak össze tényleg erre a bajnokságra, itt a Magyar Nemzeti Esport Bajnokságra. És én nagyon örülök, hogy pont a bajnokság apropóján összeállt egy ilyen jó csapat, ami az eddigi egyeduralkodót úgy néz ki, hogy letaszítja a trónról. De azért ettől legalább még kettő körre vagyunk. Így van, és ebből egyik már biztos támadó lesz, hiszen az utolsó védőköre ez a Wildnak. Ugye ez most mindent eldönthet, ez az egy kör. Hiszen 5-0 fordulni, ott azért már nagyon, hát az már olyankor elment. Egy egész félidőnyi meccs volt az ellenfélnek. Az a morálodat le tudja rontani, nem kicsit. És akkor még finoman fogalmaztam. Na lássuk, hogy a Six Sense merről kíván támadni itt az első fél idő utolsó körében. Tudod, mit láttam volna nagyon szívesen? Egy Kaveirát, akinek ugye az a speciális képessége, hogy Jackal nem látja a lépéseit, hogyha használja a képességét. És a Silent Step nevű képessége ad rá lehetőséget, hogy amikor az benyomja, nem látszódik a pályán, és sokkal kevesebb hangot is ad. Én is úgy gondolom, hogy talán egy picit a kiszámíthatatlanság és a meglepetés faktora hiányzik a Wild játékából a mai napon leginkább. És a korábbi meccsekbe belegondolok, amit láttam már a Wildtól, nagyon sok meccsüket láttam nyilván, akkor sem voltam úgy jellemző rájuk az, hogy mennyire nagy meglepetéseket csinálnának, inkább csak simán az, hogy amit elterveztek, azt nagyon jól megcsinálják. Most pedig egyszerűen a Six Sense nem hagyja, hogy ráerőltesse a Wild a saját játékát az övéjükre. Közben Reznó fölül nagyon lopakszik. Hoppá, megvan a Valkyrie kamera, az egyik legközönségesebb, leggyakoribb Valkyrie kamera spot itt a bokron. Kombat pozícióját már ismerik, viszont itt nem fedezi senki Banzait. Itt van Reznó, úgyhogy elvileg elkezdheti most ebben a pillanatban nyitni a hatchet. Nem játszik már. Tanult előző hibájából Kombat, így van. Egyből. Az első adandó alkalommal vissza is vonul. Talán ez a jó döntés, viszont megint azt látjuk, hogy beszorulnak a védők a saját területükre, ami nagyon kevés. Tehát kettő szoba gyakorlatilag, meg egy folyosó. Ez nagyon kevés, nem tudnak szinte rotálni sem, és Strike most hátba fog érkezni. Az előző körben ezt hiányoltad, de aztán hát az időzítés elég rossz volt. Akár egy nagy kerülővel felmenne a második szintre. Így van, és itt még egy drónozót? Ne! Kombat másik irány, kapcsi, le tudja lőni! Hát azt hittem, hogy a második embert is úgy fogja lelőni, hogy ugyancsak a telefonján van. Szerencsére nem történt meg. Úgyhogy 4-4 ellen, és már csak 45 másodperc van hátra a körből. Kapcsinál ott a diffuser, a fal még nincsen kinyitva. Kíváncsi vagyok, hogy ez mikor fog megtörténni. És megint mind a négy támadó szerverből. Most Banzai, mintha elindult volna másik irányba, hogy átvegye Strike-nak a szerepét, és hárman itt maradnak mondjuk, viszont Linónak és Headshotnak elég sok dolga van még. Hoppá!
Hoppá, banzáj, ki tudja lőni az Echodront, ez még nagyon fontos lehet, ahogyan az is irállát pirosra. Flash-ek után egy nagyon gyors droppal meglepheti, ugye a védőket. Van három villanója, és ott volt a lába, és le tudja lőni a Legion, és közben meghal a plentelő, lássuk, 3-2 ellen, mindenki is injured, és aztán a Mike lehozza ezt a kört. Hát ez nehéz volt szemmel is követni, nemhogy beszéddel, így hirtelen mindenki lesérült, és aztán Lino, a Wild. Linói a végső lövés. Elképesztő. 4-1 a Six Sense-nek, tehát az első félidő, talán felcsillan a remény, ha csak kicsi remény is jelenleg, de felcsillan a Wild számára, hogy visszajönnek ebbe a meccsbe, és a második félidőben megfordítsák ezt a pályát. Hú, gyerekek, azért én leizzadok itt már lassan. Tehát tényleg ez a... Már senki nem tudta, hogy ki mit csinál, már ugrottak, lőttek, és a végén igazából a káoszban Linónak volt lélek jelenléte, hogy a megszakítsa még mindent eldöntő plantot. Én tudjátok, mint csodálkozom, hogy nem volt team kill. Tehát, hogy már csak az lett volna ennél nagyobb káosz. És közben egy six pick Dokebiről Glazra. Ez mit jelenthet, vagy miért történhetett ez? Ugye 4 darab füstgránátja van ezáltal Six-Sense-nek, és hát ugye Glaz sokkal jobban ki tudja használni a saját képességét, amit ugye régen nagyon gyenge operátornak számított, ezért gondolta a Ubisoft, hogy ad neki egy olyan képességet, hogy hőkamera lesz a távcsövében, amivel füstön is átlát, és kirajzolva egy sárga foltnak mutatja a védőket. Hát ez annyira jól sikerült, hogy Glazből konkrétan entry operátor csináltak, amit meg is mondott a Ubisoft, hogy ez nem célja, tehát ezen majd picit változtatni kell, de mondjuk a legészszerűbb dolgot mégse tették meg, mégse veszik el mondjuk a két füstjét, hogy ne tudjon egyedül entryzni, hanem muszáj legyen köré építeni egy csapatot. Fel szeretném hívni arra a figyelmeteket, hogy ez a kör, ez a hatodik kör, ez lélektanilag a legfontosabb kör a mai napon eddig, hiszen ha Wild nyeri ezt a kört, akkor még egy... Mi? Hoppá, dodgy! Ez szerencsétlen eset. Nyugodjon békében a Legion. Szóval nagyon fontos... nagyon fontos kör ez lélektanilag, amit egyből ugye rosszul indít a Six Sense, mert ha a Six Sense nyeri ezt a kört, akkor 5-1, gyakorlatilag vége van akkor a meccsnek, még akkor egy kört valahogyan csak összekapar a Six Sense. Viszont ha a Wild nyeri, akkor 4-2, és akkor teljesen más ugye a szituáció. 4-2 az abszolút visszahozható még. Hol vannak a támadók? Itt jönnek. Nagyon messze, egy perc már eltelt. Open area felől jönnek, és Combat próbál majd itt az első támadó körükben Ash-sel játszani a középső lépcsőn, miközben Rezno egy eléggé erőteljes szervervédést mutat. És ugye pont Banzai halt meg, aki annál jobb operátor, a Legion, minél tovább él. Mert annál több mérgező tüskét termel, csapdát, és annál többet tud kiszorni. Viszont így, hogy meghalt elsőnek még a prep phase-ben, így gyakorlatilag semmit nem csinált. Így van, ez viszont nagyon jó lehet, tudtommal, ez nem lett kidrónozva, tehát Strike akkor még bombsite-on játszott. Most ugye felnyomul teljesen a lépcső tetejére. Vioz az, aki kicsit talán már unhatja, hogy ugyanazt a szöget tartja, ez nagyon rossz, amikor percekig közben Lino került. Igen, lesérült a gláz, aztán végül Dodginak jóvá a gáza teszi, jóvá teszi a team killt. Meg is öli. Egy perc van már csak hátra, gyorsan elrepült ez a kör, Rezno lelövi Viózát, és aztán érkezik a Candela, lássuk, hogy a Six Sense vajon meg tudja védeni ezt a site-ot, hogy az előbb a Wild meg tudta védeni Combat lelövi Strike-ot, az egyik esmény a másikat. 40 másodperc. Így van, 40 másodperc. A Candela idejött, de ott már nem talál senkit, headshot, mert kiment tunnel felé a... Jäger, Combat lelődi kapcsit, aztán Rezno headshotot 2-2 ellen. Herki és Combat érkezik. Herki le tudja lőni az Ecoxide segítségével Reznót, aztán Dodgy Combatra. 2 darab füstgránáttal. És megy a flash. Nem tudja, hogy plantol.
Nem tudja, hogy megy a plant, le fog menni a diffuser. Nem tudja, merre menjen, nem tudja eldönteni. Közelebb, könnyebb helyzetben lesz most a támadó Herki, mint az viszont Bogi. nem lesz jó, mert nagyon kis szögbe kell neki. Tehát elkezdi szűk szögbe szedni. Nem tudja szerintem, hogy merre nézelődjön. Lehet tudja a sarokból longármolni. Na így már látni fogja, ez így már biztonságosabb. Dodginak píkelnie kell, még akár a gázt is felhasználni, és jön a longárm. De ez egy nagyon egyértelmű fake, Herki annál rutinosabb, hogy ennek bedőljön. Nagyon aztán sok fake, jó. És kinéz Herki, csak belesebbed, és aztán elleni Dodgy! 5-1 a Six Sense-nek! Wow! És végül ezt a kört is lehozza. Pont általa vezetett csapat megmutatja az IGL és csapatkapitány, hogy így kell, vezeti igazi vezére a csapatnak, lehozza ezt a clutch szituációt, és ezzel nem csak meccs pontja, hanem osztályozó kupa döntő pontja van a Six Sense-nek a következő 7. körben. És a következő, azután következő 3 körben is. Így van, ha lesz ugyebár. Hát egy 6-1, egy esetleges 6-1 az úgy gondolom, hogy valóságos sok lenne a vágynak, és arra minden magyar Rainbow Six közösségtag, minden magyar Rainbow Six játékos és szakmai ember az felkapná rá a fejét, hogy hoppácska, a tromfosztás gyakorlatilag, azt látunk a mai napon, hiszen a vágy az elmúlt 2 évben mindent megnyert szinte, amit csak lehetett. Már a felsővági döntő is. A felsővági... Nem volt olyan magabiztos. Igen, de ott is ugye még nyerni tudtak. És most az látszik, hogy minthogyha maguknak az árnyéka lenne jelenleg a vágy. Igen, viszont a felsővági döntőn szintén az volt, hogy kétszer, két pályán is meccspontjai voltak a Six Sense-nek, és onnan hibázta el. Tehát már akkor is nagyon erős volt. Ugye egy első földszinti védést láthatunk, egy nagyon nyílt előkészítés tűnik, tehát mintha open-t akarnák majd védeni, és azt megtartani mindenképpen, hiszen onnan teljesen talán egyetlen egy sarok itt hátul, a nyomtató mögött, amit hát még azt is át lehet lőni. Így, az lenne az észre, hogyha ezt az open areát, a konyhát és a fölötte lévő folyosót védené a Six Sense. Így van. A mérkőzés előtt a műsorvezetők már beszéltek arról, hogy mi a szerepe ennek a mai eseménynek és az egész osztályozó kupának a Magyar Nemzeti Esportbajnokság életében, ugye az erőviszonyok felmérése elsősorban és az indulási jogok kiosztása az első szezonra, ami ugye tavasszal lesz majd. És ha az Oregonon ugyan nem is, de ezen a bankpályán úgy gondolom, hogy az erőviszonyokat tényleg fel tudtuk mérni. Ez az 5-1, ez nagyon egyértelmű, és az Oregonnál 6-3-ra még mondhattuk azt, hogy picit most nem volt szerencséje a vágynak, stb. Itt már nem lehet ilyeneket mondani. Ma jobb csapat a Six Sense, innen egy, nem tudom, egy csoda kéne gyakorlatilag már a vágynak. Lássuk, hogy összejön ez a csoda. Lino próbál itt valamit találni, de szerintem nem fogják megmutatni magukat a védők. Ugye nekik most az az érdekük, hogy minél jobban bezárkózzanak, hogy a Wide csináljon valami hibát, amit ők kellemetlenül azonnal kihasználnak. Így van, például az lenne egy nagyon jó pick, egy nagyon jó kill, hogyha mondjuk le tudnák lőni headshotot, vagy például Linót esetleg, akik tényleg fontosak a kör második részében, és az utolsó egyharmadában mondjuk, és mondjuk esne utility is velük, és egy irányból jönnek a wide játékosok. Így van, de jól olvassák a szituációt, hiszen Linó nagyon sokáig nézte fönt, és gondolom meg is drónozták, hogy semmi védelem nincsen felső szinten, így kombat oldalba tudja tartani, itt majd dogit lőheti le, illetve strike-ot lőheti hárba, csak nem látja szerintem, addig nem lát be, ugye lábra. Most nagyon agresszívan próbálkozik dokkal, strike ezt viszont büntetheti kombat akár. Meglátja Linót, le tudja lőni, megy a prefire a füstre, de nem talál kill-t, érkezik az első Candela, megvakítja Reznót, aztán a második is kombatnak közben egy kill-je Dodgy-ra, még egy strike-ra, ember előnyben a Vibe, Reznó le tudja túrni falon keresztül, nem tudja.
Úgyhogy aztán a pisztollyal próbálkozik, de ez sem jön össze. De, lőtt egyet, egy fejes. Lőtt egy fejes, bocsánatot kérek, viszont végül meghal Herki által. 1-3 lent a defuser. Egyedül maradt Kapcsi, és le van téve a defuser. 40 másodperce van nagyjából Kapcsinak arra, nagyon messze a szájból, hogy ezt az 1v3 szituációt megnyerje. Ezt ha lehozza Kapcsi, akkor az az egész őszi szezonnak a legnagyobb és legfontosabb klatcsa. Átment a Wire-on, ezt hallja kombat, hallja, kinéz kombat, lelövi. Úgyhogy életben marad a Wild, és lehet, hogy a csoda kezdetét látjuk, Robza. Így van, ez egy kicsit magabiztosságot adhat nekik. Lehet, hogy Bank ugye, én viszonylag kevés Pro League meccset láttam Bankon, és hát nem tudom, lehet, hogy inkább támadó pálya. Főleg, hogyha van egy Jackal. Én például Lion helyett biztos, hogy mondjuk egy Jackalbant választottam volna. Bankon a körök 47%-át nyerik a támadók, és az 53-at a védők, ami talán picit meglepő. Így van, hiszen ezt láttuk. Igen. Ez tényleg arra ad okot, hogy a sokkal felkészültebb ezen a pályán, hiszen a sajátja a Sixth Sense-nek. Így van, és abszolút, akkor most már a statisztika is alátámaszthatja azt, hogy hogy visszajöhet akár a Wild. Úgyhogy... vagyis... Pont az ellenkezőjét, de úgy akartam mondani, hogy rácáfol a Wild a statisztikára, hiszen azt láttuk az előző körben, hogy nagyon magabiztos volt azért. Mindenki elhelyezkedett, amikor megvolt a pozíció, akkor elkezdtek pusolni egyszerre. Jött be a Candela, jöttek be az egyéb másodlagos eszközök, repültek a gránátok. Szóval tényleg mindenki tudta, mi a dolga, és ezt kéne átmenteni a következő pár körre. Ugye azért nézegettem itt az operátorokat, hogy ki mit hozott magával, hiszen látszólag Roger kilőtte a Rainforce tetejét. Ez azt jelenti, hogy Impact gránáttal, hogy rárakja a termelt, és a plafonra rádobja az Impactot, az lefogja onnan varázsolni azt az exothermic charge-ot. Ugye Dodge-nak már nincsen impactje, de Reznónak valószínűleg van, szóval az pont kettő, a kettő exothermic charge-ra, hogyha nem rontja el, akkor az egy nagyon fontos és kulcs momentum lehet ebben a körben. Na ez nagyon érdekes lesz, ki látja meg hamarabb a másikat, Strike mennyire agresszív, hogyha egy nagyon hamar elhullik, az akár... Hoppá, gyors trade, Vioza öli Reznót és Banzai a refreggel, esik a Maverick, ami azért lehet fontos, mert így a termájt az egyedüli Hard Breacher, akinek nyilván a fal kinyitása a feladata, szóval máshol nem lesznek márjukak a falon, az biztos. És ugye másik oldalról pedig a Castle esett, ami meg ugye nem olyan nagy baj, mert jó, igen, nem szerez már killeket, viszont letette az arcokon, szóval innentől kezdve nem olyan vészes. És Combat New Jammer-be dobja a drónját, kicsit kellemetlen. Drónozzák itt a Janitor Closet-et. Banzai, ez egy elég szűkengöl lehetett, ahogy elnéztem itt a polcok között. Úgyhogy ember előnyben a Sixth Sense. 4v3-ban vigyedenek a mérkőzésért, ahol már csak 1 perc, 40 másodperc maradt. Egyetlen egy szűk kis angle tart. Kilátja meg hamarabb a másikat, headshoot lelövi. Szép, igen, ugye neki ékokszájtja van, szóval talán egy picit előnyben volt a pixel angle-en, és egyébként is a hosszú line of sight-okon előnyt jelent az ékok. Strike lehet ugye lőni Herkit, úgyhogy megint ember hátrányban a Wild. Lino egyedül maradt, ha nem hozza le, akkor bizony itt a mai győztes az a Sixth Sense. Lássuk, hogy a Glassmane mit tud összehozni 1v3-ban, nincs nagyon nála a diffuser-re, egy smoke van neki, le tudja lőni Kapcsit, na lássuk, hogy összejön az álom clutch itt a döntőben, megsebzik falon keresztül, jó volt a prefire, azt hiszem Dodge-tól, és aztán jön két smoke canister, be fog pikelni side-ra, meglátja pixelen a smoke-ot, nem tud elelőni, Dodge begyűjti az utolsó killt, ezzel pedig az osztályozó kupa győztese, a Sixth Sense. Gratulálunk nekik, micsoda döntő! Óriási meglepetés, úgy gondolom, nem is feltétlenül az, hogy a Sixth Sense nyer, hanem az, hogy hogyan és mennyire. 6-3, 6-2. Trófosztot köszönhetünk a Sixth Sense személyében, úgyhogy hát srácok, ez brutális volt, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Vissza is adnánk a szót. Így van, maradjatok velünk!
és köszönjük szépen tényleg a figyelmet. Tehát a Wild második seedként, a Six Sense pedig az osztályozókba győzteseként megy majd a tavaszi alapszakaszra. Így van, köszönjük szépen, maradjatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Szeretnék kérni még egy nagyon nagy tapsot a Six Sense csapatának, akik ezzel ugye Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság osztályozó döntőjét nyerték meg, és természetesen ugyanúgy jár a taps a Wild csapatának, akik nagyon szépen meneteltek idáig. Ők lettek ezzel a második helyezett, de ne feledjük, 2019. januárjában indul a bajnokság, ahol még rajtuk kívül 6 csapat fog küzdeni azért a pénzdíjra, amit már láthatatok itt fönt. És szervusz Erka, nem sokára érkezik az interjú egyrészt, másrészt pedig a díjátadó. Így van, pont ezt akartam mondani, így lelőttük a szövegemet. Pillanatokon belül megtartjuk a díjátadónkat, viszont előtte a Six Sense csapatának egy képviselőjét várjuk ide magunk mellé, hogy pár kérdésre választ adjon nekünk. Ne kérdezzél, pedig segítek a választásra. Jól van. Ugye beszéltünk az egész mérkőzés előtt, hogy a ROG egy része